Felvétel indul. Na, hát akkor üdvözlök most mindenkit. Ez most egy újabb gameplay lesz, de most nem live-ba, mert hogy a múltkor is probléma volt vele, hogy amikor felvettem, mert ilyen teljesen értetetlen dolog egyébként, mert hogy amikor felvettem, akkor semmi baj nem volt vele, tehát néztem közben a live-ot is a laptopon, és semmi, volt hang is, volt rendesen, nem volt szinkroncsúszás, csak a szokásos lapkodás, és utána viszont, miután már ugye megnézendő videóba rakta, vagy legalábbis egy feltöltött videóba a live után, utána már volt, ahol eltűnt a hang, a játék hangja, olyan live is volt, meg olyan is volt, ahol ugye össze-vissza csúszott a kép meg a hang, úgyhogy ez megint, úgyhogy most hagyományosan, simán videót rögzítve fogom felvenni, és megnézzük, hogy így, hogy fog szuperálni. Tehát most ezt a Hexagon nevű játékot választottam ki, ez egy ilyen kis egyszerű doszos játék volt, de azért sokat játszottunk el régebben. Ugye a gépet nagyon épp, nem is olyan nagyon egyszerű. Na, visszaveszem egy csinálsz ezért. Nem én vagyok a lényeg, hanem a játék. Szóval ennyi, hogy... hát játszom mondjuk a gép az mondjuk, hogy legyen. Nem, legyen a gép a taponnyal, és legyek én a ezért ezzel a kis akármivel. Ma mindjárt mutatom, hogy mi itt a helyzet. Még igazából itt az a lényeg, hogy majd ez a gyönyörű kis játéktábla. És vagyok én azokkal a kis csillogó vaszkokkal, meg van a gép a taponnyal. És akkor így annyi, hogy a lényeg az, hogy ahogy mivel betelik a pálya, neked legyen több. Akármit. Tehát így, ha lehet egyet meg kettőt lépni, ha egyet lépsz, akkor szaporodik. De hogyha kettőt lépsz, akkor megugrik. És mondjál benne, hogyha mellé élsz valamelyiknek, akkor ugye azt elfoglalja. Tehát most, hogyha a takonnyal ide ugrana, akkor azt a kezdő pozíciómat elcseszné. Ezt nem szabad neki megengedni. Mint ahogy most is, hogyha odaugrik, akkor vége. Azt mondom, hogyha én most ide jönök, akkor ezt nem tudja megcsinálni. Ennyi. Kettőt elfoglalt a takonnyal. Ugorhatnék ide, de ez már kettőnek számít, és akkor ugyanakkor elfoglalnám ezt az egyet, de a következő lépésre meg ő tudná elfoglalni, úgyhogy most hogy nem tudja már. Az a baj, hogy ezt már buktam, hogy akárhogyan is nézem. Bár nem, mert egyszerűen mindent nem tudja. Viszont akkor jövünk. Hát, megéri. Itt ezt a hármat kiszedni. Próbáljuk meg. Ilyen az, amikor többet ugrunk. És ugye ott a alsó sarkot, ha megnézitek, itt mutatja, hogy melyikből mennyi van. Na most hogy kéne? Nem ez volt a legjobb lépés. Hát ez az. De ha odaírhat, az se jó. De legalább bekeríteni nem tud. És viszont ott kiszedek 53-at neki. Így viszont ezen a részen be tudod zárni. És ha onnan kijövök, az megint nem jó nekem. De egyet én is tudok tőle nála írni. Hogy arrafele már akkor nem mehet. Hát ha odaugrok, ez jó nekem? Hát nem jó. Hát ha odaugrok, az sem jó nekem.
Az a bajom, hogy most apanyból van több. Na most ilyet támadni. Hát most lehet, hogy ezt elbasztuk. Sőt, nagyon is. Megpróbál bekeríteni. Igen, aki kitámad, viszont a nem veszek bekerítve. Sejtettem, hogy ezt fogja csinálni. Szóval ha oda rávudok, akkor ő csak kettőt tud kiszedni, hiszen a démagot kiszedni neki hármat. Jaj, nem hármat szedett ki. Itt is tényleg. Hát ő hármat tud kiszedni, ez megint nem olyan erőtaktika. Az a baj, igen, bezárt. Ezt így rosszul csináltam. Ez így már bukta lesz. Igen, ez már bukta lesz. Nem tudok annyit kiszedni. Így ezzel menj el ilyen. Ez a baj. Szerintem a végén mennyei. És ő nyert. Igen, ő nyert. Na próbáljuk meg megint. Ma maradjon csak médiumon. Ízén valószínűleg le tudnám győzni, de... De próbáljuk meg így. Szóval csak most valami más stratégiával kéne kezdeni. Yeah.
még nem tud beugrani. Azt kell megakadályozni, ki tudja valahogy támadni. Most viszont már be tudna oda menni. De oda meg akkor bemegy. Oda beugrik, kiszed 3-at. Viszont itt én szedek ki 4-et. Akkor meg megint meg 4 jobban be tud zárni. Bár nem feltétlenül, mert... Hát akkor én meg bemegyek ide. És akkor itt véget van. Oda kell lépnie, hogyha nem akarja, hogy bezárjon. De az megint nem volt egy erő ötlet. Ez nagyon nem volt egy erő ötlet. Kijönni onnan bizony. Viszont itt rögtön elbukik 3 egységet. Ott meg nem bír bemenni.
nem bír akkor látni, hogy oda bemenjen. Nem jó. Ágyen megnyeri. Most nem sikerült bezárni. Na most nem sokkal nyer, de megint. Na próbáljuk meg ízni. De valább egyszer legyen olyan is, amikor én nyerek. Mert most mindegyik gép, aha. Ja, szóval akkor én legyek human. Igen, stop game. Tehát én human legyek a takony, meg legyen a gép. Vagy lehet nekem kéne lenni a takonyjal is, akkor nyernék. Beugodik oda és azokat kiszedik. Zárni. Vagy kitámad, és akkor vagy nem támad, hogy a volt.
meg. De erről az oldalról, akkor így be lesz zárva. Hát azt most onnan miért jött ki, azt nem is értem. Ma megpróbál lezárni. Nem fog neki menni. Nem van próbálkozik, de ne hallja honnan kijövök. Érdemes. Nem, ezzel. Ide már csak kiugorni tud. Mint én meg csak hármat tud visszavenni az ötből. És akkor most már csak egyet tud lépni, azzal kijönni. Nem tudjuk zárni, nem tudjuk bezárni. De azt az előbb esetben nem adjuk majd neki, hogy ezt kiszedje. Én azzal mentem, én nem a másikkal. Nem baj, ezzel is nekem tett jót. Na, adjunk neki. Annyi nem se tud összeszedni. Hogy nyerjen. Na most végre én nyertem. Hát igen, ilyen az, amikor miért gébe szétpukkod. Igen, na szóval akkor legalább láttatok egy nyerő játékot is, igaz, hogy csak ízén sikerült a gépet legyőzni, de... Hát ez most már így marad. Na jó, hát szerintem a játékból ennyi elég is. Ilyen nagyon túlságosan nagy beállítás lehetőség nincsen is rajta. Ja, itt még lehet konfigurálni, ezeket vissza lehet rakni, meg el is lehet venni elemeket belőle.
mindegy. Ez van még benne, egyébként más nagyon beállítás nincsen. Leírás sincs hozzá, hogy, hogy mit hogy kell, de hát nagyon egyszerű megjelen működik, tehát bal klik, ugye kijelölt, hogy mivel akarsz lépni, aztán még egy bal klik, hogy hova. Hát akkor ez ennyi is lett volna. Játékbemutató, vagy gameplay is. Elrakjuk a YouTube-ra, és, ezt, és meg megnézzük, hogy így is elcseszi el, vagy, vagy nem. Úgyhogy sziasztok, ez ennyi volt.